Üdvözlöm a nézőket, ma olyan filmeket nézünk, amelyek finoman fogalmazva sem kánikulában játszódnak, sőt. Ha valakinek már is túl meleg van odakint, beülhet hűsülni egy moziba, hiszen a tavalyi Cannes filmfesztiválon bemutatott Sarkör, vagy Arctic című alkotás már nézhető a romániai mozikban is. Ez egy tipikus túlélős film, amelyben a főhős magára marad a lakatlan természetben, és valahogy túl kell élni annak viszontagságait. Láttunk már rengeteg ilyent, például a 127 órában a kanyon szikláik közé szorul a főhős, a Pi életében egy csónakban ragadt, ugye egy tigrissel a csendes óceánon, de sokan láthattuk a Tom Hanks-el forgatott számkivetettet is, amely egy modern Robinson Crusoe történet, de a Legyek urát is sokan olvastuk. Na meg pár éve a visszatérőben Leonardo DiCapriót is Oscar-díjasra gyámbázta a Kegyetlen vadon és a Vérszomjas medve. Az izlandi-amerikai Sarkör, ahogy a címe is utal rá, a jeges semmiben hagyja repülőbalesetet szenvedett főszereplőjét, és az ő segítségére siető, szintén pórul járt mentőosztag egyetlen túlélő, de súlyosan sérült tagját. Hogy egy ilyen film igazán működjön, kiváló operatőri munka és színészi játékra van szüksége, hiszen a természet látványa, illetve a vászton végig középpontban és egyedül levő arc köti le a nézőt, és persze az izgalom, ha feltűnik egy jeges medve. A Sarkört Cannes aranykamera díjra jelölték, a nemzetközi szinten egyik legismertebb dán színész, Mads Mikkelsen pedig úgy nyújtja élete egyik legjobb alakítását, hogy közben alig szólal meg. John Carpenter, horror szakos kultikus rendező, egyik legnépszerűbb és legjobb filmje a Dolog, avagy a The Thing, a Föld másik felének hósivatagában, az Antarktiszon játszódik. Az 1982-ben bemutatott sci-fi horror klasszikus egy kamaradarab, sztoriában egy amerikai kutatócsoport a Dolognak keresztelt földön kívüli parazitaszerű lényekkel megharcoljon. Ez a teremmény képes különböző földi organizmusok testében és képében megelevenedni, akár emberében is. Így a külvilágtól elszakított, a kutatóbázis terében összezárt társaságon úrrá lesz a paranoia, hiszen bármelyikükben elrejtőzhetett az a bizonyos dolog. A skandináv krimi az új évezredre fogalommá és globális minőségi mércévé vált, úgy könyvek lapjain, mint mozivásznon vagy tévében. Elég csak Hugh Nesbø vagy Steve Larsson írókra gondolni, vagy a Q ügyosztály filmekre, de ott van a két remek sorozat is, a Heat és az Egy gyilkos ügy, ez utóbbiból The Killing néven amerikai verzió is készült. A leginkább svédek, dánok és norvégok által uralt műfajhoz az izlandiak is szerettek volna csatlakozni. Sikerült is egy remek sorozat, amelynek nemzetközi angol címe az, hogy Trapped. Van itt minden, ami egy skandináv bűnügyhöz kell. Hideg, szürke tél, groteszk gyilkosság, elhagyatott vidék és egy egyszerű nyomozó. Az izlandi kisvárosban minden a feje tetejére áll, amikor egy megcsonkított holttest kerül elő a tengerből. A nyomozás viszont jóval mélyebb dolgokat ás elő, mint arra bárki számított volna a helyiek közül. Ez volt erre a hétre a mozizom, várom önöket jövő csütörtökön is, addig is jó mozizást és tévénézést kívánok!